Nem tudom, hogy jártál már úgy, kedves televízió néző, hogy annyira elfáradt, hogy nem volt kedve semmit csinálni, elege volt az életből. És én jó néhányszor voltam már így is a Bibliában, amikor olvastam, sokszor, amikor bajban voltam, a Bibliához fordulok, és keresem a megoldást, keresem a reménységet, a megnyugvást, és amikor a Bibliát tanulmányoztam egy ilyen rossz helyzetben, akkor azt láttam, hogy jó néhány embernek volt már elege az életéből, elfáradt, és vezetőként, gyülekezetvezetőként szoktam azt mondani, hogy ha valaki szeretne vezető lenni, akkor olvassa el Mózes történetét, és lehet, hogy elmegy a kedve a vezetéstől. Mert ha megnézzük, Mózesnek nagyon sok nehézsége volt az életében. És egy ige a Mózes 4. könyvének a 11. részében beszél arról, amikor gondolom tudják a kedves televízió nézők, hogy a zsidó nép 40 évig vándorolt a pusztában, és Isten mannával, mennyei táplálékkal etette őket. De ezt is megunta a nép, és elkezdett éhezni, és azt mondták, hogy ők húsra vágynak, és elkeseredett a népnek a lelke. Annyira azt olvassuk itt az igében, hogy meghallotta Mózes, hogy sír a nép az ő nemzetsége szerint, kiki az ő sátorának nyílása előtt, és igen felgerjedt az Úrnak a haragja, és nem tetszett ez Mózesnek. És ezt mondta Mózes az Úrnak, miért nyomorítod meg a te szolgádat, és miért nem találtam kegyelmet a te szemeid előtt, hogy az egész népnek a terhét én rám vetetted? Ahogy tőlem fogadhatott ez az egész nép, vagy én szültem őket, hogy azt mondod nekem, hordozd őket a te kebleden, miképpen hordozza a dajka a csecsemőt arra a földre, amely felől megesküdtél az ő atyáiknak. Hogy vegyek én húst? Hogy adjam mindennek az egész népnek? Mert rám sírnak mondván, adj nekünk húst, hadd együnk. Nem viselhetem én magam mindezt az egész népet, mert erőm felett van. Ha így cselekszel velem, kérlek, ölj meg engem, ölj meg, ha kedves vagyok előtted, hogy ne lássam az én nyomorúságomat. Azt látjuk, hogy annyira elfáradt a Mózes, és annyira belekeseredett a dolgokba, hogy egyszerűen inkább meg akart halni. Nem akart tovább szenvedni, nem akarta tovább ezt a terhet cipelni, és jó néhányszor vagyunk mi is így, hogy egyszerűen annyira erőnk felett valók a terhek, annyira azt érezzük, hogy ezt már nem bírjuk tovább elviselni, hogy egyszerűen nem akarjuk tovább vinni az életünket, és sajnos sokan vannak, akik ilyenkor eldobják az életüket, sokan vannak, akiknek nincs kedvük tovább vinni az életüket, sokan vannak, megtörik a házasságukat, szakítanak egymással, otthagyják a munkahelyet, mert azt gondolják, hogy a próbák, a nehézségek erejük felett vannak. Mózes így járt ezzel, de azt látjuk, ha olvasnánk végig tovább a részt, hogy a Jóisten megerősítette Mózest is. Azt a feladatot, amire elhívta őt Isten, azt el tudta végezni. És tudott egy teljes életet élni, sőt azt olvassuk a Bibliában, hogy Mózest Isten az ő barátjának nevezte. Jó néhány ember van még a Bibliában, ha megemlítenénk Illést, az 1 Királyok 19-ben olvasunk róla. Ő szintén egy nagyon csodálatos dolgot átél Kármel-hegyén, Istennek a jelenléte megjelenik, elfogadja az áldozatot egy rendkívül látványos, tüzes bemutatóval, és azt látjuk, hogy utána rövid időn belül a dicsőségből megint a fájdalom, el kell menekülnie, fél, retteg, és azt mondja, hogy elég, nem vagyok jobb az atyáimnál, hadd halljak meg, nem akarok élni. Ha néznénk az Úr Jézus Krisztust az Új Szövetségben, Márk evangéliumában, azt olvassuk, hogy ott volt rettegés, gyötrődés között, szomorúságban, a Getsemáné kertjében, komolyan szenvedett, komoly fájdalmai voltak is. Kérte az Urat, hogyha lehetséges, múljon el tőle ez a pohár, de legyen meg mindenek előtt Istennek az akarata. És megnézhetnénk Pétert is, vagy megnézhetnénk Jánost is. Sok-sok ember van a Bibliában, akik jó néhányszor elfáradtak, jó néhányszor elkeseredtek. De olyan csodálatos, hogy mindig oda tudtak fordulni Isten szeretetéhez, és Isten meg tudta őket nyugtatni, meg tudta őket vigasztalni. Volt nekem is egy ilyen élményem, nagyon szeretek énekelni, és belekerültem egy ifjúsági csapatba, és annyira öröm volt számomra, hogy egy egész ifjúsági táboron keresztül tudok majd énekelni. Nagyon szeretem a rockos stílusú zenét, és nagyon jó volt az, amikor együtt próbáltunk, együtt gyakoroltunk, és rákészültem, hogy milyen jó lesz majd egy egész héten keresztül végig énekelni a fiúkkal. De mivel nem osztottam be jól a hangomnak az erejét, a második napra berekedtem, és nem tudtam tovább énekelni, le kellett, hogy váltsanak engem is. Olyan fájdalom volt ez a számomra, és a Korintusokhoz írt levélben olvastam egy igét, ami azt írta, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És annyira elgondolkoztam ezen, hogy kell, hogy megtanuljuk azt, hogy mi erőtlenek vagyunk. Isten nélkül nem tudunk előre haladni, szükségünk van az ő segítségére, szükségünk van az ő támogatására, és olyan jó ebben megnyugodni, hogy nem vagyunk egyedül. Van valaki, aki mindig ott van mellettünk, aki mindig támogat, aki megerősít bennünket, úgy, ahogy megerősítette Mózest, ahogy megerősítette Illést, vagy ahogy megerősítette Pétert vagy Jánost. Jézus velünk van és támogat bennünket, és ha hozzáfordulunk és tőle kérünk segítséget, ő valóban tud nekünk segíteni. Valóban tud nekünk megnyugvást adni, és tudja helyére pakolni az életünket. Amen.